Ha te nem törődsz a vevőiddel, hidd el, valaki más fog. Ez itt a Szerda Inspiráció Pongorjász Attilától. Vállalkozóként a legfontosabb feladatunk most, ebben az egész válságos helyzetben, hogy fókuszáljunk, energizáljuk, jelenjünk meg a vevőink számára. Hogyan tudod ezt megtenni? Számtalan módon légy kreatív. Adok egy pár tippet. Ha szükséges, és mondjuk online elérheted őket, akkor adjál Facebook Live-ot, tartsál Facebook Live-ot, vagy éppen készíts videókat, és azokat küld el neki. De vagy hív fel őket, olyan típusú bizniszben vagy. Érdeklődj meg, hogy vannak, mi van velük, hogy érik meg ezt a helyzetet, miben tudsz nekik segíteni. Aztán szintén, ha van olyan mód, és nagy értékű vevőkről van szó, akkor küld nekik egy ajándékot. Nyilván régen hallottam egy sztorit, hogy egy amerikai barátom mesélte, aki pénzügyi tervezéssel foglalkozik, főként nyugdíjasok számára, és leszűrte az adatbázisát, és talált azokat az özvegyeket, akik jelenleg különféle idősek otthonában élnek, és képzeld el, összeállított számukra egy ajándékcsomagot, és eljuttatta hozzájuk futárral. Óriási pozitív megerősítés volt, hogy még ezek a nyugdíjasok is, akik neki ügyfelei, komolyan gondolnak ő rá, és szeretetlen gondolnak vissza rá. Tehát légy kreatív. De ugyancsak neked ügyfeleid, vevőid nem csak azok, akik pénzt tesznek a zsebedbe, hanem azok is, akik adott esetben neked dolgoznak, a munkatársaid, alvállalkozóid, vagy éppen a beszállítóid. Nagyon fontos, hogy ebben az egész koronavírusos helyzetben te mutasd példát, állj kieléjük, mutasd az irányt, mutasd meg, hogy merre mész, mi a szándékod, hogy ott vagy velük, nekik, hogy segíts. Én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas vállalkozó időszakot élünk, most eldől, hogy ki az, aki csak próbálkozik, vagy valóban vállalkozik. És azt is hiszem, hogy ha ezeket megfogadjuk, és végigcsináljuk, akkor megerősödve, győztesen fogunk kikerülni ebből a válságból. És tudod, ne felejtsd, minden perccel, minden órával, minden nappal közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra együtt, szabadon tudjuk ünnepelni, hogy imádunk vállalkozni.